Aláírták hevesen a délhelvesi foglalkoztatási paktumot, mint Szabó Zsolt államtitkár felhívta a figyelmet, elsőként beérkeztetve az országban a hasonló pályázatok és megállapodások sorában. Nagyon pozitívat léptünk előre munkahelyteremtésben, nagyon sokat esett vissza a munkanélküli aránya, munkanélküliek aránya, azonban még szükséges finomítani. A fiatalok olyan szakmába menjenek, ami biztos, hogy talál munkahelyet, ne kelljen messzire utazni az itt élőknek, ebbe a régióba élőknek, és hát a legfontosabb, hogy adjuk vissza az emberek hitét, hogy igenis van jövő, igenis fontosak. Az egyik résztvevő kisköre Magyar Csilla polgármester szerint találkozhat a kereslet és a kínálat a munkaerőpiacon, az önkormányzatok és a kormányhivatal összehangolásában. Mindenféleképpen, és nem csak ebben, hanem az összes pályázatunkban megjelenik a szakképzett munkaerőnek az igénye, és a térségben is megjelennek azok a vállalkozások, illetve az önkormányzatok szintjén is azoknak a lehetőségeknek a szinterei, ahol a szakképzett munkaerőre lesz igazán nagy szükség, és valamint reményeink szerint azokkal a kevesebb vagy kisebb tudásbázissal rendelkező embereknek is tudnak munkát ajánlani, amelyek most azért közfoglalkoztatásban is erősen megjelennek. A partnerek között szerepel több önkormányzat, cég, civil szervezet, a megyei közgyűlés, a kormányhivatal, a megyei iparkamara, egyházi intézmények, az agrárkamara, egy roma önkormányzat, a máltai szeretetszolgálat és a megyei szakképzési centrum is mások mellett. Kertész Boglárka szakértő mutatta be a projektet, hisz szerint 420 millió forint érkezik 27 hónapnyi együttműködésre, és benyújtottak egy második paktumpályázatot is már újabb 24 hónapra. A képzésben és a foglalkoztatásban meg tudjanak maradni a hátrányos helyzetű munkavállalók lakhatási, utazási, illetve egészségügyi vizsgálatoknak a finanszírozását is vállalják. A projekt gazda heves önkormányzata, Schweitzer Sándor városvezető szerint nem véletlen a város központi szerepvállalása 38 település közül. Örömmel csatlakoztak konzorcium vezetőként, mert meg kell oldani az alulképzettségi problémákat a térségben. Azért a délhevesi térségben azért mind a munkaerő, a munkanélküliség, a munkaerőnek az alulképzettség az elég jelentős, és ez a projekt, ami most ugye 27 hónapon keresztül elindul, ez mind ezt célozza meg, hogy akár a közmunkaprogramban résztvevőknek, akár az inaktív munkanélkülieknek olyan képzési formákat találni, amivel jó eséllyel a munkaerőpiacra visszatalál. A helyi vállalkozókkal beszélve is tudnak a problémáról, ezért kell minél több képzést elindítani szerinte, hogy visszavezessék a munkaerőpiacra az onnan leszakadtakat, vagy az iskoláik félbehagyása okán oda el sem jutott embereket.